A műsor támogatója az Ave Ásványvíz, a grandcasino.hu és a Parmen ZRT. Köszöntöm a kedves nézőket, ez a DVS célabdarúgó magazinja, a Csak a Loki. Decemberi adásunkban is számos érdekességgel várjuk Önöket, sőt egy kis karácsonyi hangulatot is becsempésztünk a műsorba. Jöjjön egy kis ízelítő! Bódi visszatért, 5 hónap kihagyás után lépett újra pályára a DVSC mesterlövésze. Beugróból főhős, a szlovák Košický bizonyította, hogy bármikor lehet számítani rá. Loki Mikulás, nehéz sorsú gyerekeket ajándékoztak meg a debreceni labdarúgók. Szinte már a zsebében érezhette a külföldi szerződést, amikor kiderült, hogy műteni kell a jobb bokáját. Bódi Ádám talán élete lehetőségét mulasztotta el a rosszkor jött sérülés miatt, de 5 hónap kihagyás után visszatért a pályára, és azt mondja, nem hajlandó lemondani az álmairól. Na lássuk Bódit! Márpedig az jó lövés, vezet a Debrecen! Bódi. Nagyszerű csavarás, és bent van, vezet a Debrecen. Bódi egy hete berúgta, és berúgja most is. Élete egyik, hanem a legjobb szezonját futotta tavaly Bódi Ádám. Sorra lőtte a gólokat és adta a gólpasszokat, egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy jelentős szerepet játszott a Loki tavalyi bronzérmében. Már az Európa Liga selejtezőkre készült, amikor közbejött a sérülés. Az utolsó Diósgyőr elleni edzőmérkőzésen nyáron kaptam egy rugást, és onnantól kezdve nem nagyon tudtam már edzeni vele, kocogni sem, mert annyira felerősödtek a fájdalmak, hogy biztos voltam benne, hogy valamit bele kell, valahogy ezt kezelni kell, vagy akár egy műtét is lehet ebből. Utólag kiderült, hogy ugye az is lett. Bódi 7 gólig és 9 gólpasszig jutott az elmúlt szezonban, azaz 16 találatból aktívan kivette a részét, ami nem rossz, főleg ha hozzáteszük, hogy a csapat összesen 44 gólt szerzett. Nem véletlen, hogy a teljesítményére a játékos ügynökök is felfigyeltek, több országból is érdeklődtek iránta. A legnagyobb név a 13-szoros orosz bajnok CSKA Moszkva volt, ám a bokasérülés miatt elesett élete lehetőségétől. Megkerestek menedzserek, akik ilyen csapatokkal is kapcsolatban voltak, és a CSKA-ról lehetett hallani az Astana-ról, angol kettőből is kaptam volna ajánlatot, tehát lehetőség lehetett volna onnan is. Csak ugye, amikor már élesebbre fordult volna ez az egész helyzet, akkor már éreztem, hogy nem biztos, hogy lesz ebből bármi is, hiszen éreztem a problémát. És ezért nem tudott beélesedni ez az egész, hiszen kiderült, hogy műteni kell a bokámat. És én is csalódott voltam, hiszen azért ilyen lehetősége előtt még nem álltam. Bódi végül Portóban kötött ki, de nem a világhírű FC Portónál, hanem egy boka specialistánál. Ez a fotó is ott készült. Dr. Nick van Dijk olyan sztárokat műtött többek között, mint Cristiano Ronaldo vagy Xabi Alonso. Nos, a szolgáltatással Bódi Ádám is elégedett volt. Kérdeztem az asszisztensét, hogy ez hogy lehet, hogy nincs fájdalmam egy ilyen műtét után. Annyit mondott rá, hogy általában jellemző ez az orvosra, a Van Dijkra, hogy olyan finom keze van, olyan finom a műt. Még nyilván függ attól is, gondolom, hogy nagy műtét, kis műtét, de mondta, hogy térdeknél is elő szokott fordulni, hogy nem panaszkodnak fájdalomra a páciensek. A műtétet követően 3 hétig mankózott, aztán hónapokon keresztül csak a konditermet látogathatta. Ez volt pályafutása során az első komolyabb sérülése. Saját bevallása szerint nem viselte túl jól. Nehéz azért úgy, hogy be is fáradt, ugye, mert folyamatosan tartanom kellett, az emelőm az befáradt eléggé abban a 3 hétben, amikor ugye mankóztam, ugye folyamatosan tartom a lábam fel, hogy ne terheljem. De azon is túl lettem, de nyűgös időszak volt. De nem a mankózás, vagy a vég nélküli konditermi kemény munka volt a legrosszabb, hanem az, hogy közben tehetetlenül kellett néznie a tévében, vagy éppen a pálya széléről, hogy mennyire szenved a Loki a bajnokságban. Amikor ugye van egy pontrugás, akkor mindig így magamban mosolygok, hogy de jó lenne most ott lenni. Ezt rúghatnám én is, akkor mosolyogtam így magamba, de rossz voltam úgy kívülről nézni. Nem volt az igazi sajnos a játék sem. És rossz volt kívülről nézni nagyon, hiszen
Most az, hogyha esetleg én is észrevételeket megosztok a többiekkel, az nem olyan, mintha esetleg ott a pályán osztanám meg, és ott tudnék én is segíteni. Lehet, hogy akkor is ilyen sorozatot, negatív sorozatot csinált volna a csapat, de mégis a pályán másabb, és akkor hát tudtam volna én is segíteni, sajnos ez nem sikerült. A DVSC a tavalyi bronzérem után idén eddig csalódást keltően szerepelt. Herceg András többször is beszélt arról, hogy mennyire hiányoznak a csapatból a kreatív labdarúgók, például Bódi Ádám. Én úgy gondolom, hogy tudok segíteni majd a csapatnak, ez is a célom. Nyilván megvannak az egyéni céljaim, megvannak a csapattal a céljaim, ez a kettő ugye, ennek találkoznia kell, és találkozik is úgyis. Bódi kálváriája minden esetre véget ért, immár 100%-os állapotban van, és igyekszik minden erejével segíteni a csapaton. Hogy az ő állandó jelenléte mit érhet a DVSC eredményessége szempontjából, az majd május közepén, a bajnokság végén kiderül. Tomás Kosicki a tettek embere. A DVSC második számú kapusa Nagy Sándor sérülése miatt kapta meg a lehetőséget, de beugróként is bizonyította, hogy bármikor lehet rá számítani. Ismerkedjenek meg a Loki szlovák kapusával. Nem könnyű a két gyermekes családapák élete, főleg ha közeledik a karácsony. Ezt pontosan tudja Tomás Kosicki is. Ez a kisebbik lányomé lesz. Szereti az ilyen zajos dolgokat, mondjuk az anyukája kevésbé. Ez lesz az egyik ajándék a karácsonyra. A 33 éves szlovák hálóőr szabadidejében szívesen sétálgat a debreceni adventi vásárban, amely az egyik legszebb az országban. Szeretem ezt a karácsonyi vásárt, főleg este, amikor ki van világítva minden. Hangulatosan csinálták meg, ha pedig a hó is esik, akkor még szebb. Rengeteg finom ételt lehet kapni, a hurka a kedvencem. Nem egy nagy vásár, de minden van, ami kell a karácsonyhoz. Az óriás kereket azonban még nem próbálta, egészen eddig a pillanatig. Ezen még sosem ültem. Kíváncsi vagyok, hogy néz ki fentről a főtér. Tavaly nem sikerült kipróbálni, de most végre összejött. Az élményt azonban egyedül kell átélnie, a családja ugyanis szülővárosában, Pozsonyban él. Nem volt könnyű döntés, de meg kellett hoznunk. Nina lányom már iskolás, emellett pedig nagyon jól teniszezik. Nem akartuk kiszakítani ebből a környezetből, mert így neki a legjobb. Az embernek profi labdarúgóként néha le kell mondani bizonyos dolgokról a családja érdekében. Jelenleg így tudjuk a legtöbbet megadni neki. Hamarosan azonban ismét találkozhat a szeretteivel. Azért is olyan fontos számára a karácsony, mert ilyenkor legalább együtt van a család. A nagyobbik lányom lassan 10 éves, nagyon szereti a karácsonyt. Izgatottan várja az ajándékokat és azt, hogy együtt legyen a család. A kicsi Sofia 2 éves, őt egyelőre a fények érdeklik leginkább. A karácsony és a plusz kilók rendszerint kéz a kézben járnak, és az a kapusnál sincs másképp. Bár nem egy falánk típus, azért oda kell figyelnie a kalóriabevitelre. Rengeteg fogást készítenek ilyenkor a szüleim és a feleségem is. Nyilván nem utasítom vissza, hiszen szeretettel főzik, de azért okosan kell csinálni. Nagyon szeretek enni, de profi játékosok vagyunk, ezért mindent mértékkel kell megkóstolnom. Addig viszont még egy fontos mérkőzés vár rá a bajnokságban a Kaposvár ellen. Ha már Nagy Sándor szerencsétlen sérülése folytán sikerült bekerülnie a kezdőbe, benn is maradna. A kapusok élete nem egyszerű. Mindig csak egy lehet a pályán, csere pedig csak nagyon indokolt esetben szokott lenni. Ilyen volt Sanyi sérülése is. Örülök, hogy tudtam élni a lehetőséggel, és bebizonyítottam, hogy lehet rám számítani. Nem rajta múlt a Kisvárda elleni vereség, az Ete elleni siker viszont annál inkább. Az előző fordulóban a Honvéd ellen is jól teljesített, nem hiába dolgozott kőkeményen az edzéseken. Minden nap tanulsz valamit az edzéseken, ezért is kell mindig 100%-osan teljesíteni. Persze az is segített, hogy 15 év tapasztalat van mögöttem, ami egyfajta mentális erőt is ad az ilyen helyzetekre. A korábban Olaszországban és Görögországban is megfordult hálóőr szerint a Lokinál a szakmai munkának és a kiváló körülményeknek köszönhetően még bő 15 év profi karrier után is tud hová fejlődni. Mindig jó ide kijönni. Az elejétől fogva rendes srácok alkotják a csapatot, remek a hangulat az öltözőben is. Erdély Miki kapusedzővel és persze Herceg Andrással is egyből megtaláltuk a közös hangot. Az edzőközpontban pedig minden adott ahhoz, hogy kihozd magadból a legjobbat. Ezek után joggal merül fel a kérdés, mi lesz, ha felépül a tavalyi év legjobbjának választott Nagy Sándor. Mindenki küzd a kezdőbe kerülésért, kapusok és játékosok is. Ez a versenyhelyzet pedig jót tesz a csapatnak. Bármit hoz a jövő, a legfontosabb, hogy mindig felkészültek legyünk. Keményen dolgozunk nap mint nap a csapat sikeréért, aztán majd jön, aminek jönnie kell.
Mondjuk inkább ez okozzon fejtörést Herceg Andrásnak, mint az, hogy nincs egy jó kapusa sem. A DVSC ügyvezetőjét, Róka Gízát választották az NB1-es bizottság elnökévé. A testületet az élvonalbeli klubok vezetői alkotják, és független döntési joggal rendelkezik a hatáskörébe tartozó ügyekben. Róka Géza szerint ez a bizalom nagyrészt annak is szól, amit a DVSC a magyar futballban képvisel. A legtöbb debreceni hírportál a vezető hírek között hozta le, hogy a DVSC cégvezetője lett az NB1-es klubokat tömörítő bizottság elnöke. Úgy fogalmaztak, hogy Róka Géza fontos pozíciót tölt be a 12 első osztályú klubot tömörítő testületben, de vajon mit jelent ez? Az NB1-es bizottság küldetése az az, hogy az NB1 működésével, a bajnokság szervezésével, lebonyolításával, a versenykiírásokkal, szabályzatokkal kapcsolatos változásokat előkészítse, véleményezze, döntéseket hozzon, határozatokat hozzon olyan kérdésekben, amit az MLS a hatáskörébe utal, tehát önálló döntési joga is van a testületnek. Csak példaként hozom fel a formaszerződések kérdését, ugye annak a szerződésnek a kidolgozása, ami mentén ma az összes NB1-es klub játékost igazolhat és szerződtethet, az ennek a testületnek a hatáskörében került kidolgozásra, de kikérte a véleményünket az MLS elnöksége például a fiatal szabályával kapcsolatban, a magyar játékosok szerepeltetésével kapcsolatban, tehát igazán fontos fajsúlyos kérdésekben is. Róka Géza 2011 óta dolgozik a DVSC-nél. Feladatai közé tartozik az MLS-szel, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás, a nemzetközi ügyek koordinálása, a szerződések előkészítése és a klubvezetés is. Azt mondja, a kinevezés nem elsősorban a személyének szól, sokkal inkább a DVSC érdemeinek elismerése. Elég aktívan próbáltam én részt venni ennek a testületnek a munkájában az elmúlt években, de ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy ez a kisebbik része. Tehát ami a nagyobb része ennek az elismerésnek, az a Loki maga. Tehát az a filozófia, az a működés, ahogy mi évek óta működünk, és amit képviselünk a magyar labdarúgásban, én azt gondolom, hogy ez az első számú szempont. Ezeken a bizottsági üléseken, minden egyes ülésen számomra az derült ki, hogy akármilyen kérdés merüljön föl, a Loki álláspontját mindenki nagyon kíváncsian várta. Tehát valamiféle igazodási pontot jelentett az, hogy mi mit képviselünk. Tehát és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert ez azt mutatja, hogy az elmúlt évek eredményei az, ami itt felépült, és ami itt működik, és ahogyan működik, ugye az, hogy elsősorban mi helyi játékosokra építjük a klubot, van egy nagyon erős lokális szellem a klubban, tehát az, hogy amiről a magyar futballban nagyon sok helyen beszélünk, az itt a valóságban tényleg realizálódik. Én azt gondolom, hogy ez jelentősen benne van ebben a döntésben. Az új pozíció természetesen nem jelenti azt, hogy a DVSC ügyeivel innentől kezdve kevesebbet foglalkozna. Tennivaló van bőven. A téli szünetben az egész klubnál azon dolgoznak majd, hogy az őszi szezonban visszafogottabban teljesítő Loki tavasszal ismét visszataláljon a győzelmek útjára. Nagyon sok olyan dolog volt, ami sajnos megnehezítette az őszt. Ennek ellenére azt mondom, hogy nem keresünk mentségeket. Tehát valami nem úgy működött egy ponton túl a klubon belül, illetve a csapaton belül, ahogy annak kellett volna működnie. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb meg fogja találni ennek az okát, ki fogjuk ezt köszörülni, jön a tél, kicsit pihennek a játékosok, elkezdődik a felkészülés, és én azt gondolom, hogy a tavasszal egy teljesen új irány, illetve visszatérve arra az irányra, hogy elkezdtük az őszi szezont, úgy tudjuk folytatni. Az már biztos, hogy a Loki a középmezőnyben végez az őszi szezon végén. Ez lehet a 7., a 8., vagy esetleg a 9. helyezés is, attól függően, hogy milyen eredményt ér el az idei utolsó bajnokián a sereghajtó Kaposvár otthonában. E heti játékunk következik. A klub támogatásával minden adásban értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk, mit nyerhetnek ezúttal. Játsszon a Csak a Lokival, küldje be a helyes választ és nyerjen. Kilőtte a DVSC történetének 2100. bajnoki gólját. A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk december 20-áig. A helyes válasz beküldők között egy DVSC játékos dedikált mezét és két darab belépőjegyet sorsolunk ki a január 25-i Loki Újpest mérkőzésre. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Ki volt az a DVSC játékos, aki egymás után 6 bajnoki mérkőzésen is gólt lőtt, és ezzel mindmáig a klub rekordere? A helyes megfejtés Igor Bogdanovics. Előző játékunk nyertese Nagy Zsuzsa.
A DVSC egykori kiváló kapusai a visszavonulás után sem szakadtak el a Loki családtól. Fekete Róbert márciusban, Balogh János pedig szeptemberben csatlakozott a Debreceni Labdarúgó Akadémia szakmai stábjához. A sokat látott sportemberek munka iránti fanatizmusa és alázata a fiatal generációra is átragad, ami az eredményeken és a statisztikákon is meglátszik. Munka, munka és még több munka. Ez Fekete Róbert Ars poétikája. A szakember márciusban csatlakozott a Debreceni Labdarúgó Akadémia edzői stábjához. Azóta az ő vezetésével készülnek az U16, az U17 és az U19-es korosztály kapusai. Én munkába hiszek, a kemény munkába hiszek, és úgy gondolom, hogy ezt meg is tapasztalták már azok a kapusok, akikkel itt vagyok, foglalkozok. Egyelőre a visszacsatolások jók részükről, élvezik, és ez nagyon lényeges, hogy olyan munka folyjon, ami azért nem feltétlen munkának éreznek, hanem élvezik és szeretik csinálni. A tréner nem ismeretlen a Loki szurkolók előtt, hiszen 1998 és 2002 között a DVSC kapusa volt, sőt itt mutatkozott be az első osztályban. Később védett Békés Csabán és Cipruson is, így 107 NB1-es és 10 nemzetközi kupamérkőzéssel a háta mögött vonult vissza. Az én pályafutásomnak a legszebb évei a klubhoz vagy a klubban töltött időszakhoz fűződnek. Hát Debrecen és futball az egyértelmű csak a DVSC, tehát itt ez a kettő ez így összefonódik. Játékos pályafutása végeztével kapusedző lett. 2011-től 2017-ig a Balmazújváros együttesénél dolgozott, majd 2017 nyarán az MTK első csapatánál folytatta. Feckó Tamás távozásával ő is elhagyta a klubot, a Debreceni Labdarúgó Akadémia pedig rögtön lecsapott rá. Törömmel vállaltam a fiatalok pallérozását. Azt hiszem, hogy ez egy szép nemes feladat, teljesen más jellegű, mint a felnőttekkel való foglalkozás, de talán itt többet lehet adni. Aztán, hogy mit kapunk vissza, az majd a jövő kérdése. Igen, már. Kollégája Balogh János szintén ebben az évben került az akadémiára. Játékosként bajnokságot is nyert a DVSC-vel, sőt nemzetközi meccseken is védte a csapat kapuját. Örömmel fogadtam a hírt, hiszen nagyon motivált vagyok ebben a szerepkörben, hiszen az egész életem a futballal telt, illetve javarész Debrecenbe, és nagyon örülök neki, hogy itt dolgozhatok. A két éve visszavonult Balogh Hajdúböszörményben és Balmazújvároson is dolgozott korábban. Utóbbi helyen a felnőtt és az utánpótlás képzésért is ő felelt. Miután a Balmazújváros idén nem tudott elindulni a másodosztályban, jött a megkeresés a Debreceni Labdarúgó Akadémiáról. Akárcsak Fekete Róbert, ő is három korosztály munkáját vezényli. U13-a főleg még a technikai rész, a taktikai rész, ami a jövőben nagyon fontos lehet a kapusoknak a karrierjükben, hiszen nyilván kell egy ösztön is ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen, valamit nem lehet megtanítani, de nagyon sok olyan dolog van, akár pozícióban, akár csapatirányításban, amit tudatos védés. U14, U15 már úgy gondolom, egy picit az erőnlétre is rá lehet menni, de ez nem feltétlenül a kondíció részében, inkább a gyorsasági részét értem az erőnlétbe, és nyilván ott is még a technikai dolgok, beadások, a jó ütemérzetnek a kialakítása, ez nagyon fontos tényezők. A szakember remekül érzi magát mostani szerepkörében, de nem titkolt szándéka, hogy egyszer a felnőtt első osztályban próbálja ki magát, immáron kapus edzőként. Én sokat voltam ugye a profi futballban, és az a légkör valamilyen szinten hiányzik. Annak is, ennek is megvan a szépsége, de hogyha nagyon távatokban nézek, akkor szeretnék még felnőtt futballba edzősködni. Addig viszont rengeteg a teendő. A két edző napról napra azért dolgozik, hogy olyan fiatalokat neveljenek ki az akadémián, akik néhány év múlva az első osztályban védhetik majd a DVSC kapuját. Jó sportolók mellett jó tanulóvá is válni. Ez a célja a Debreceni Labdarúgó Akadémia által 2015-ben elindított oktatási programnak. A DLA téma felelősei több mint 60 intézménnyel állnak kapcsolatban, és az osztályfőnökökkel is rendszeresen konzultálnak. A cél, hogy közösen rombolják le a focistákkal kapcsolatos negatív sztereotípiákat. Rámpozolj be!
tanulmányi megbeszélésre érkeznek a Debreceni Labdarúgó Akadémia játékosai. 2015 óta külön szakember, úgynevezett oktatásvezető foglalkozik a gyerekekkel. Mi egy olyan háttérrészleg vagyunk, aki azért van, hogy a tanulás és a sport itt az akadémián minden egyes tanulónál ez együtt menjen, és hogy ne legyen lemaradás, hiszen tanköteles gyerekekről beszélünk, 16 évig tankötelesek, és próbáljuk őket arra sarkalni, hogy nagyon jó időbeosztással, folyamatos rendszeres tanulással, amit mi kontrollálunk, egy olyan eredményt tudjanak elérni, hogy amikor oda kerülnek az érettségére, akkor ne legyen gond. Az oktatásvezető és kollégái folyamatosan tartják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel, és az elektronikus naplóhoz is hozzáférnek. Az 5.-6. osztálytól havi rendszerességgel találkoznak a gyerekekkel, és ha kell, külön tanárt is fogadnak melléjük. Mindig azt mondom, hogy a labdarúgás az egyik lábad, a tudás, ami beleraksz a fejedbe, az meg a másik lábad, és ha véletlenül kirúgják az egyiket, akkor mindig ott van a másik, és van mihez nyúlni. Úgyhogy most a végzősöknél, a középiskolásoknál, meg akik egyetemre járnak, ez a befektetés időszaka, és akkor majd később bízom benne, hogy profitálok belőle. A program egyértelműen sikeres, amit az is bizonyít, hogy évről évre egyre több fiatal dönt a továbbtanulás mellett. Ez mindenkinél egyénfüggő. Tehát itt a belső késztetés kell, hogy ő belülről akarjon tanulni, hogy ő belülről akarjon tovább tanulni. Nem ágálunk az ellen sem, hogyha valaki érettségizik, és ő szakmát akar tanulni, mert éppen ő szakács szeretne lenni, vagy fodrász, attól még ugyanolyan értékes ember, nyilván ne álljon meg, képezze magát, de ha benne van a potenciális, mondjuk nyelveket beszélés, mondjuk benne van az, hogy ő még egyetemet, főiskolát tud végezni, akkor miért ne? A DLA egyik partnerintézménye a Balázsházi János gyakorló középiskola, ami mindössze néhány száz méterre van a Pallagi edzőközponttól. Ide jár az U19-es csapat egyik védője, Kovács Gergő is, aki rendszeres kapcsolatban áll Gyarmati Zoltánnal. Nagyon jó kapcsolatom van vele, szerintem a többi játékos nagyon jó kapcsolatom van vele. Mindig jön oda beszélgetni, hogy állunk, mindig kérdez mindenről, hogy állunk, miben kell segíteni. Mindenben segít szerintem, amikor bárminek van valami problémája, főleg most már ugye számít, 11-es vagyok. Most már az év vége muszáj megnyomni, számít a felvételihez. A 11-es diákot elmondása szerint a program győzte meg arról, hogy igenis érdemes egyetemre mennie az érettségi után. Nem lehet mindenki, hogy egy profi játékos, mindenféleképpen szerintem kell egy B-terv, ami valószínűleg tanulás lesz, szóval mindenféleképpen fontos. A középiskola és az akadémia kapcsolata lassan 10 éves múltra tekint vissza. A kölcsönös bizalomnak köszönhetően a labdarúgók tanulmányi eredményei is folyamatosan javulnak. Havi bontásban kísérjük figyelemmel a tanulók eredményét, mind sportbeli, mind pedig a tanulmányi eredményét. Annak megfelelően, hogy van-e probléma, vagy annak megfelelően, hogy van-e külön kívánság arra vonatkozóan, hogy nyelvvizsgát vagy egyéb más tanulmányt szeretnének folytatni, egyeztetünk az oktatásvezetővel, és akkor betesszük az egyéb foglalkozásokat. Az intézmény azoknak is kínál alternatívát, akiknek a labdarúgó karrier esetleg nem jön össze, és egyetemre sem szeretnének menni. Azok, akik nem gondolkoznak tovább tanulásban, vagy még most nem gondolnak arra, az intézményben folyik sportedző képzés, ez két éves. Egy nagyon komoly együttműködéssel született meg, és szintén a Debreceni Labdarúgó Akadémia partnerünk. A szakmai támogatást az elméleti, illetve a gyakorlati képzéshez nevelők labdarúgó sportágban lesznek edzők, az akadémia szakemberei adják. A jól működő modellnek köszönhetően a Debreceni Labdarúgó Akadémia növendékei nem csak a sportban, a tanulásban is sikeresek lehetnek. Nehéz sorsú gyerekek karácsonyát tették szebbé jaloki focistái. Csoki, játék, közös fotó és egy kiadós beszélgetés is jutott a lurkóknak, akik meglepetéssel készültek a játékosoknak. Vastapssal fogadták a DVSC együttesét és a Loki szépét a Remény Sugár gyermekotthon lakói a Nagyerdei stadion egyik klub helyiségében. Herceg András vezetőedző mellett szép számmal érkeztek játékosok is a jótékonysági akcióra. Ilyenkor karácsony közeletével minden ember azon, hogy hol tud segíteni a rászorulókon. Nyilván mi sportolók sem vagyunk ez alól kivétel. Sőt, hogyha kezünkben van egy olyan lehetőség, hogy ugye fel tudjuk hívni a figyelmet mindenkinek az adakozásra, segítségnyújtásra, akkor szerintem ezt kutya kötelességünk megtenni. Tőzsér Dániel aznap már a második karitatív rendezvényén vett részt. A csapatkapitány szerint nagyon fontos, hogy a hasonló kezdeményezések kellő figyelmet kapjanak. Én bármilyen ilyen összejövetelen vagy rendezvényen abszolút ott szoktam lenni, amikor időm engedi,
hiszen tudom, hogy el tudom képzelni, hogy milyen nehéz lehet ilyen körülmények között élni és készülni esetleg az ünnepre. Nagyon sok embernek sajnos még étel sem jut az asztalra, nem hogy ajándékok a karácsonyfa alá. Ezt akár szülőként vagy ugye gyerekként is megélni szörnyű lehet, úgyhogy én személy szerint ahol tudok, ott próbálok segíteni, és próbálom felhívni az emberek figyelmét is erre. A kicsik rövid karácsonyi műsorral kedveskedtek a csapatnak, amit a játékosok egy jó nagy adag csokoládéval háláltak meg. Természetesen az aláírások, a közös fotók sem maradhattak el. Az akcióval 60 kisgyermek adventjét tették szebbé a Loki játékosai. Ilyenkor nagyon fontos advent idején a szeretetnek a kimutatása, és már negyedik éve találkozunk ezekkel a gyerekekkel, és szeretnénk ebből hagyományt teremteni. A DVSZ labdarúgó csapata minden ilyen kezdeményezés mellé áll, mindig részt veszünk ilyen akciókon, és most is nagyon szívesen jöttünk, és nagyon nagy örömmel adtuk át ezt a csekély ajándékot a gyerekeknek. De a labdarúgók sem mentek haza üres kézzel. A gyermekotthon lakói apró karácsonyi ajándékokat is készítettek a focistáknak. A gyerekek nagyon várják, mert nyilván tudják, hogy csokit fognak kapni, és pár éve kitaláltuk azt is, hogy mi is készítünk ajándékokat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kölcsönös örömforrás, mert a gyerekek is örülnek, hogy adhatnak, ez nagyon fontos, hogy ők is megtapasztalják, és én azért úgy látom, hogy a játékosok is meghatódnak ilyenkor. A Remény Sugár gyermekotthon lakói bérleteket is kaptak a klubtól, így a következő hazai mérkőzéseken élőben buzdíthatják majd kedvenceiket a Nagy Erdei stadionban. A DVSC magazin műsorát látták. Új adással januárban jelentkezünk legközelebb. A klub nevében is békés karácsonyt és Loki gólokban gazdag, boldog új évet kívánok. Viszontlátásra!